A tiltott tárgyak között szerepel többek között vágóélő szúró vagy vágóeszköz, rugóskés, gázspré, elektromos sokkoló, de az alkohol, a dohánytermékek és az energiaital is a listára került. A használatában korlátozott tárgyak közé tartoznak a telekommunikációs kellékek, különösen a mobiltelefonok, valamint az internet elérésére alkalmas okos eszközök. Ezeket tilos lesz használni az általános iskolákban, valamint gimnáziumokban, szakgimnáziumokban egész tanítási nap, a kollégiumokban a foglalkozások idejében. Az alapfokú művészeti iskolák és a szakiskolák minden év folyamán szintén a foglalkozások, tanórák és az intézményben töltött idő alatt. Takács Zita, a Tolnai Vusinszki Mór általános iskola intézmény vezetője elmondta, ők már egy ideje szabályozzák a mobiltelefon használatot, meg is vannak rá saját módszereik. Hát nálunk az iskolában eddig is a házi rendelő írta, hogy reggel a gyerekeknek az okostelefonjaikat le kellett adni. Ezt a hetes gyűjtötte össze, minden osztálynak van egy saját kis kosara, amiben a telefonokat elhelyezték, és első óra előtt a nevelőszobába azt leadták. És a gyerekek úgy jutottak hozzá, hogy amikor vége volt a tanításnak, akkor jönnek a tanári szobába, bekopognak, és az ott lévő nevelő kiadja azt a kosarat, és ott kivehették a saját telefonjukat. Bár próbálják betartatni az előírásokat, azért ez nem minden esetben lehetséges. Van azért, aki ezt a rendszert kijátsza, ugyanis már mondtam, említettem, hogy mi gyerekek táskájában nem gyúlunk, tehát mi azt nem ellenőrizzük, hogy valóban leadta a telefonját, vagy nem történt olyan praktika, hogy két telefont hozott, az egyiket látványosan leadta, vagy odaadta olyan társának a telefont, akiről tudjuk, hogy nincs nála, és akkor ő mondta az, hogy nézzük meg a táskáját, vagy ő maga is kipakolta, és valóban ott nem volt telefon, hiszen addigra már másnál volt. Az okostelefonok használata már a hétköznapjaink részévé vált. Ebbe a tevékenységbe az újabb generáció egyszerűen beleszületik, és az oktatási intézményekben is egyre többször előkerül a táskákból. Tolnaiak többsége egyetért a kommunikációs eszközök kizárásával. Mert szerintem az iskolában tanulni kell, nem ez a megoldás, hogy ottan egész nap a telefon nyomkodják órákon, és ez rendszeresen zavarják vele az órákat a legtöbb iskolában. Babos Béla 7 gyermekes apukaként különös figyelmet fordít a gyermekek szellemi fejlődésére, így örömmel fogadja az új szabályozást. Hát nálunk 12 éves kor alatt nem volt addig telefon, tehát akkor is csak utána, hogyha elment középiskolába, de nem kapta meg. 14 éves kortól volt telefon, mert ugye lemarad a többiektől, különben sajnos a híradás technika világában ez nehéz dolog. Sokan már otthon is arra szoktatják a kicsiket, hogy minél kevesebbet nyomkodják ezeket az eszközöket. Őnekik a szüleik eléggé bekorlátozzák, csak bizonyos időben. Van telefonjuk, hogy a szülők elérjék, de nincsen ilyen internet meg egyéb hozzáférésük. Egy 8 meg egy 11 évesnek. A 3-nak meg még nem kell. A rendelet szerint a kellékeket a tanítási nap kezdetén le kell adni, és elzárt helyen kell tárolni. A tervezet szerint a leadott tárgyat az átvétel időpontja szerinti állapotban kell visszaadni.